Music Channel. Nincsen holnap címet viseli a legújabb dalunk, amelyhez készítettük a klipet is. Csapaton belül készült a dal úgy, ahogy van. Szebenyi Danika a zongoristánk, illetve Kozma Norbi a szólógitárosunk jegyzi. És én nekiálltam szépen dolgozni a témán, de nem igazán tudtam eldönteni, hogy miről kellene írni, mert olyan energiát éreztem benne, hogy azt éreztem, hogy sok mindenre rá lehetne húzni. Végül aztán pedig megállapodtunk abban, hogy szóljon ez egy kicsikét arról, hogy értékeljük az adott pillanatot, mert igen csak múlandó a dolog. Igazából nyilván rengeteg olyan téma van, amit már mindenki feldolgozott. Én azt gondolom, hogy innen származik maga az elcsépelt szó, hogyha szerelemről beszélünk, de nyilván amikor valakivel ez megtörténik, akkor ő egészen máshogy éli ezt meg. Én örülök, hogy kicsikét ilyen filozófikus témákban mozgunk mostanában, én nagyon-nagyon szeretem ezeket. Az már egy másik kérdés, hogy tényleg nem ezeket a legkönnyebb megírni úgy, hogy ez tényleg érthető legyen. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy rögtön beivódjon, hogy olyan szövegezése legyen, olyan szavakat használjon az ember, amelyek rögtön megtapadnak az emberben. Őrzöm még a szalvétát, ami néhány szám és a neved át. Érzem az illatát, szívembe tetovált. A klipet illetően igyekeztünk nem átesni a ló túloldalára, nem túlreagálni, nem beleesni abba a hibába, hogy megpróbálni mindenáron valamilyen eszméletlen nagy ötletet kitalálni. Úgy gondoltuk, hogy a lehető legjobb időpont ez arra, hogy felhasználjuk a közönségünket, vagy akár a koncertjeinket. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a gerincét igazából a videóklipnek a koncert pillanatokból ragadtuk ki. Nagyon érdekes volt az, hogy mennyire örültek neki, hogy mennyivel megváltoztatta az egésznek a közönség hozzáállását a koncerthez, hiszen rögtön izgatottá váltok, hogy hoppá, ezt vissza fogjuk látni. És nagyon-nagyon vicces volt, amikor közzétettük a videóklipet, megnézték, és nyilvánvalóan mindenki tudta, hogy mit kell keresni, hiszen elmondtuk, hogy valószínűleg benne lesznek, és aztán jöttek a kommentek, hogy ott vagyunk, ott integetünk, ott énekeljük a refrént, szóval ez nagyon-nagyon jó, és nagyon örülünk annak, hogy amellett, hogy rendkívüli közönségünk van, amellett nagyon-nagyon interaktívak.